Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy varázslatos ifjú hölgy a vendégem, aki hozzánk, közénk tartozott, és ez így van ma is, függetlenül attól, hogy hosszú-hosszú ideje nem láttuk. Ő az az ifjú hölgy, aki elindult az Érdtől, hogy eljusson az óceánig, ezt akár szó szerint is vehetik. Szervusz Zsófi, Kiszler Zsófi. Szia Lajos, üdvözlöm a nézőket. Szia Zsófi. No, ez tényleg igaz, erről fogunk beszélgetni. Előtte azonban egy felsorolás. Kíváncsi vagyok, hogy felkapod-e a fejed erre. Újra van posta Sárkeszin, fúvos fiesta Fehérváron. Nem busz pályaudvarra való a kaszinó. Inkubátorház Polgárdiban. Emlékév Székesfehérváron. Hadvezérek és taktikák. Farsang a Viktória Rehabilitációs Központban. A márciusi ifjak ma is velünk élnek. És az utolsó, az egészségügyi alapellátás fejlesztéséért. Aki ezeket a tudósító.hu-ról vettem le, a te tudósítói index számod az 16.997 volt, és 2009-et, 2010-et, 2011-et írunk. Ezt elég érdekes volt most így újra hallani. Tényleg megleptél. Ezek a remek híradó anyagaid. Kezdjük talán inkább azzal, hogy ugye kommunikációs szakember vagy, kommunikációs szakember, aki nem tud kibújni a bőréből semmiképpen. Voltál gyakornok is. Tehát kezdjük azzal, hogy mi vitt téged a kommunikáció felé. Azt tudjuk, hogy egy cserfes fiatal kislány voltál, most egy érett, varázslatos ifjú hölgy vagy. A kettő között, hogy mi történt az elején, arról beszéljünk. Szerintem ez volt az egyetlen dolog, amiben nagyjából biztos voltam, hogy én a kommunikáció, hogyha tovább tanulok, akkor kommunikáció szak. És tulajdonképpen az írás az mindig is velem volt egészen kiskoromtól. És Kaposváron pedig becsatlakozott, de még nyilván előtte itt voltam, de Kaposváron a rádiózás is becsatlakozott a történetbe. De nekem semmi más tervem nem volt, tehát én lehet, hogy orvos akarnék lenni, de számolni nagyon nem tudok. Lehet, hogy optimálisabb, hogyha inkább megmaradok az írásnál. Ezt elfogadom, viszont szépen beszéltél, bár egy kicsit cserfes voltál. Ez ugye nem változott nagyon sokat, viszont remekül írtál. Hol tanultad, hogy tanultad meg az írás alapjait? Hiszen az íráshoz olvasottság kell mindenképpen. Egyáltalán, hogy le tud írni mindazt, amit gondolsz. Mint mondtam, ugye én rengeteget írtam. Na most nekem a legnagyobb kritikusom az édesanyám volt, és hát azért volt pár kemény évünk ezzel kapcsolatban. Aztán nyilván a tanáraim is nagyon sokat segítettek a főiskolán, a kommunikáció szakon, és ott is rengeteget segítettek, szóval nekem leginkább stilisztikával voltak problémáim, küszöböljük még a mai napig is, mert én úgy gondolom, hogy ez egy olyan út, ami nem fog véget érni. Na, tehát választottál egy utat, és elindultál egy úton, rendben, a Fehérvár Televíziónál is, tehát gyakornokként, aztán teljesjogú munkatársként, és ez tartott egy ideig. Melyik volt az a pillanat, és miért, hogy úgy gondoltad, hogy neked nem a Jókai utcában lesz a jövőd? Mert akkor ugye nem tudtuk még, hogy majd átköltözünk egyszer csak ide. Nagyon türelmetlen ember vagyok. Ezt kell rólam tudni, hogy én mindent akarok, de azt azonnal. És én tudtam, hogy valahogy az életemből nem maradhat ki az, hogy én azért körbenézek a világban. Nyilván ez azért nem kevés pénzbe kerül. Plusz szeretem volna tényleg egy idegen nyelvet úgy beszélni, hogy megértesse magam, én is megértsek más embereket, tehát jól. És szerettem volna olyan élményeket szerezni, hogy írhassak, leírhassam őket, mert tudtam, hogy ha egyszer kimegyek, akkor ott ezt éreztem a zsigereimben, hogy annyi minden fog érni, de tényleg, hogy lesz miről írni, és lesz mit mesélni. Akkor is elindultál, egy mondatot, illetve két mondatot idéznék. Ez egy virtuóz mondatfüzér lesz. Ő volt az első magyar, akit megláttam azon a napon, amikor hivatalosan is beszippantott magába az Odysseusról elnevezett luxus konzervdoboz. Abszolút Kiszler Zsóf is. Épp csöpögött rólam a pezsgő, az orrom előtt kivágódó ajtó úgy megijesztett, hogy diszkoszvetőket meghazudtolva hajítottam el a tálcámat, meg azon az egyensúlyozó két poharat és a lazacos falatkákat. Az eredmény
2.350.000 üvegszilánkpár lesajnáló tekintete, egy vigyázt csúszás veszélytábla és a földön térdeplő üvegcserepeket riadtan szedegető Zsófika. Tehát ez volt a kezdet. Ez volt a kezdet. Tehát ez egy hajó. Igen. Mi vonzott a hajózáshoz? Hiszen sok minden, sokféle módon lehet nyelvet tanulni, és világot is megismerni. Azt hiszem, hogy ez a legintenzívebb módja annak, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több helyre eljutva, egy teljesen más életet elkezdve menjen neki ennek az ember. Voltak kétségeid? Nagyon féltem. Igen. Az, hogy voltak kétségeim, az nagyon diplomatikus, igen. Nagyon rettegtem az elején. Minden nap. Tehát tengerjáróhajó. Igen. Nyilván, aki még nem járt egy luxus tengerjáróhajón, az nem tudja elképzelni, hogy egyik oldalról azt mondjuk, hogy 2000 fős, és akkor 2000 fős a személyzet is. Azért egy jó helyeken körülbelül, ugye? Itt azért egy kisebb történetről van szó. Tehát ez az Odysseusról elnevezett luxus konzervdoboz, ez 450 vendégfős, és ehhez 350 fős legénység, hát hogy mondjam, személyzet tartozik. Igen. Mi így nézünk ki. Ez tehát itt most arányosítunk, tehát közel annyi ember dolgozik a szórakozni, pihenni vágyókért, mint amennyien útnak kelnek. Milyen az élet egy ilyen hajón? Melyik volt az első napod, amikor már azt mondtad, hogy otthon vagy, és mennyi időbe telt ez? Azt hiszem, hogy az a 3 hét, amíg én ezt tanultam, ezt a dolgot, az nagyon kemény volt. És attól a perctől, hogy én kaptam egy papírt arról, hogy igen, mehetek tovább, akkor ők engem átküldtek egy másik hajóra, erre az Odysseusra. Ahol megtaláltam az én magyar kispajtársaimat, akik nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy én jól érezzem magam. És úgy érezzem, hogy tartozok valahova. Hiszen az Odysseus fogta magát és elment Ausztrália, Új-Zéland, ami barátok között is 11-12 óra időeltolódás az otthonhoz képest. Tehát ott szerintem elemi volt, hogy legyen tényleg olyan támogató közeg, akivel jól érzem magam, akik ott vannak. De ez mégis bezártság, ugye, egy kicsit? Persze. Az, hogy barátokra lehetél, ez nagyon-nagyon fontos. Viszont a barátokon túl hogyan lehetett azt, mert hogy ez egy fegyelmi kérdés is, egy hajón bezárva azokat a feladatokat feltétlenül el kell végezni. Hogy lehetett ezt megszokni? Az egy dolog, hogy ez egy bezártság, de ugyanakkor egy olyan fokú biztonságérzet is. Ez a sok szabály, ez amellett, hogy ad egy napi rutint, biztonságot is ad. Tehát az embernek tényleg nincs azon ideje gondolkoznia, hogy most akkor jó ez, amit csinál. Az élet nagy dolgai, azok bekerülnek a hűtőbe, és majd, hogyha leszállunk, és húzzuk magunk után a kis bőröndöt a reptéren, majd akkor megint kinyitjuk azt a bőröndöt, de addig jobb is, így könnyebb. Az első pillanattól kezdve írtad, hogy mi történik veled? Szerettem volna. De aztán annyi minden elkezdett történni, hogy utána kezdtem el ezeket leírni. És ez nem is feltétlen baj. Az elején írtam főleg erről a betanulásos időszakról rengeteget, aztán nagy csönd következett, és akkor most megint újra. Tehát az első pillanattól kezdve érezted, hogy itt a helyed, hogy ott a helyed. Hogy ott kell lennem. Hogy ott kell azt lennem. Nem mondom, hogy ez ott a helyem. Ez a kell, ez hangsúlyos? Igen. Ahhoz, hogy én olyan élményeket szerezhessek, mint amiket szerezzek, ahhoz, hogy én tudjak valamit elmesélni, elmondani, ahhoz éreztem, hogy ott kell lennem. Tehát figyelned kell, és ez volt a folyamatos fejlődés záloga. Mikor találtál véglegesen otthonra? Hiszen ez nyilván idő. És egyáltalán kellett valaminek történni ahhoz, hogy igen, ez az otthonom, és belenyugodtam, és tudom élvezni is, teljesítem a feladatom, 100%-os vagyok. Van ilyen pillanat? Talán az, amikor megkapja az ember az első visszajelzést. Amit a mi munkánkról, hát az akkori munkámról tudni kell, hogy jön a vendég a hajóra, és miután elmegy haza, kitölt egy szép kérdőívet, és ebbe le van írva, hogy ha fantasztikus voltál, akkor fantasztikus voltál. Ha nem voltál fantasztikus, akkor az van leírva.
És rengeteg kézzel írott levelet kaptam tőlük az utolsó napon, ahol leírt, ahol ilyen regényeket írtak, hogy, és ez annyira jól esik, és nekem megvannak most pont tegnap, mikor már pakoltam, akkor egy ekkora stócra leltem, és ezeket nem dobtam ki, és annyira, ezek annyira szívhez szólóak voltak. Ez egy abszolút pozitív megerősítés. Igen, nekem ez iszonyatosan fontos. És a kollégák? Hát ők is, igen. Mert nem lehet csak egy szigetben élni a néhány magyarral. Nem, persze nem. Nyilvánvaló. Hogyan sikerül elfogadtatni magát az embernek? Ez az, azt hiszem, hogy az intelligencia kérdése egyik oldalról, ami benned megvan. A másik pedig a nyelv. Gyorsan tanultál nyilván. Muszáj volt. Én azt gondoltam, hogy beszélek angolul, amikor én kimentem, és akkor találkoztam ausztrál angollal, brit angollal, skót angollal, és így tovább. A kollégákról azt kell tudni, hogy körülbelül 40-42 nemzet dolgozik együtt. Van, aki egyedül van az országából, van, aki hárman van. Mi voltunk heten, de az volt a legnagyobb magyar csoportosulás. De nem, mint a gonoszok. Megoszlanak a vélemények. Megoszlanak a vélemények? Beszéljünk a tájakról. Nyilván a tenger elvileg ugyanolyan, persze, hogy nem, az óceán és egyik tenger, másik tenger a különböző földrészek között az óriási különbségeket rejt magában. Tényleg, hogy lehet így megszokni azokat a különbségeket, a tengerek közti különbségeket? Én nagyon szerencsés vagyok, mert én északon tanultam be, ahol mozog minden. Nem kicsit. És utána, hogyha az ember elmegy a Mediterránra, ott egy-két vihar kivételével az ajándék az az időjárás. Ausztrália és Új-Zéland között is nagyon mozog, Antarktika körül pedig még úgy. Úgyhogy ez a tengeri betegség témakör, ezt nekem azt mondta az egyik főnököm, aki szintén magyar, hogy agyban dől el, Zsófi, hidd el, bíz benne, hogyha gondolod, vegyél egy ógyszert, de agyban dől el. No, akkor beszéljünk a kikötés utáni pillanatokról, hiszen új kultúrközegbe kerülni értelemszerűen az egy teljesen más világ. Teljesen más világ, hiszen az északtól délig Ausztrálián át jószerűvel bejártad a világot. Hogyan lehet beilleszkedni úgy, hiszen a parton azért nyilván kevesebb időt töltesz, hogy az jó legyen neked, és olyan élményekkel gazdagodj, hogy amikor már másodjára mész, akkor tanulságokkal is szolgáljon. Nekem van egy nagyon kedvenc szigetem, Langkawi. Ennek fogalmam sincsen miért, de iszonyatosan a szívemhez nőtt. Valószínűleg azért, mert szép is, meg úgy olyan vendégszerető, olyan pici, aranyos, családias. Ugyanez Vanuatu. Ezek ilyen... Azt már tudom, az előzőt azért mondd el, hogy hol van. Indonézia felé mentünk, azt hiszem, hogy a végcél talán Ausztrália volt megint csak, és úton megtaláltuk Langkawit is, és ezek nekem nagyon tetszenek, de például, hogyha már Ausztráliáról beszéltünk, az emberek ott nagyon vendégszeretőek, nagyon kedvesek. Persze vannak olyan helyek, ahol kisebb kihívásokba ütközik. Szentpéterváron azért már, mikor másodszorra mentünk vissza, nem volt semmi probléma. Úgy értem, hogy ahhoz képest kedvesebbek voltak, mint először, de azért meg lehet figyelni, hogy hogy a nemzetek közötti különbség, meg az emberek közötti különbség, ahol nagyon sokat süt a nap, meg ahol nem süt annyit a nap, tényleg ilyen. Azok a különbségek, a különböző kulturális különbségek tetten érhetőek nyilván, bármennyi időt is töltesz el. Igen. Tehát én azt mondom, Igen. hogy európai közeg, Ázsia, a tengeren túlon Ausztrália, vagy éppenséggel a másik oldalon északon, az óriási különbség. Hatalmas. Hatalmas. És hogy lehet ezzel megbirkózni? Úgy nagyon könnyen, hogyha az ember kimegy 6 órára, 4 órára, 5 órára, és tudja, hogy a luxus konzervdoboz visszavárja, becsekkol a kis kapun, és minden folytatódik. Tehát ez így csak egy egzotikus kirándulás igazából. Ez ilyen egyszerű lenne? Nekünk igen. Értem, hát az utazók pedig hozzászoknak, vagyis kénytelenek hozzászokni. Az utazók hozzászoknak. Van olyan hely is, ahol egyébként egynél több napot vagyunk, és akkor ott éjszakára is ott maradunk.
alapvetően, de hogyha a végén megvan mindenki, az egy jó hír. Mit de még kezdesz nem a szabadidőddel? Mit kezd egy ifjú hölgy a szabadidejével, a barátnőjével, a barátaival? Kimegy. Ha van szabadideje, kimegy. Most felolvashatnám, hogy mit kezd. Mit találtálak? De tőled szeretném hallani. Mit kezdek a szabadidőmmel? Most nagyon gondolkozom, hogy te vajon mit találtál, de el tudom neked mondani, hogy nagyjából mit csinálok. Írok, futok, kimegyek. Ezeket teszem. Lehet társat találni? Egy hajón? Lehet. Lehet. Nem a műségeit kérdezem, úgy általában. Vannak csodák, igen, ennyit tudok mondani, vannak csodák. Én azt gondolom, hogy az ott találkozik az ember az igazi különbségekkel, amikor megvan a nagy szerelem, és akkor menjünk haza, menjünk szárazföldre. Ugye ilyenkor az ember elviszi haza a párját, ő is elmegy a párjához, és ezek kőkeményen kell dolgozni. Csak hát én azt gondolom, hogy a magyar emberek egyébként olyanok, tehát a nyelvünkből kifolyólag olyan a helyzet, hogy ezt átfordítani angolra, hát küzdök. Értem. Beszéljünk arról az ívről, a pályád ívéről, hiszen elindultál kicsiként, és nőttél a lépcsőkön felfelé. Így történt, ugye? Igen, így van. Ez így történt. Én stewardessként kezdtem ott. Ez nem titok, egy körülbelül arról szól ez a történet, hogy az ember... Bárhol másutt. Tehát ez egy munka, ennyi a történet. Az a különbség, hogy ahol én dolgozom, az iszonyatosan vendégközpontú, tehát az csak egy dolog, hogy vannak vendégek, mi ismerjük a nevüket, a szokásaikat, hány szó volt itt, mit csinált, miért, hogy van ma. Ezt mi mind, mindenkiről. Aztán utána én, miután már elkezdtem jobban angolul beszélni, jelentkeztem, nem recepciós, de ilyen probléma megoldó kisiparos munkakörbe, és először a telefonok mögött végeztem, aztán most már vendégkontaktos pozícióban vagyok, tehát ahogy mi beszélgetünk, én is úgy beszélgetek. Igen. Hogy tennek az ünnepek? Egy születésnap, névnap, karácsony. A karácsonyról azért felolvasok az utolsó karácsony előttit, mert az azt hiszem, hogy tanulságos mindenkinek, aki nem tudja megbecsülni az ünnepeket, de úgy általában. Azt azért elmondhatom, hogy pontosan azért, mert ezek nagyon nehéz dolgok. Nagyon nehéz úgy átélni, hogy mi szerencsések vagyunk, 4 hónapot vagyunk egyszerre csak ott, valaki 9-et. És hogyha vannak ilyen családi ünnepek, vannak karácsony, kinek mi a vallása az alapján ugye ünnepel, azért a vezetés meg ugye ez a család, ami kialakulott a hajón, mert hiszen kevesen vagyunk. Nagyon megpróbál tényleg arra figyelni, hogy ebből minél kevesebb vesszen el, és ezeket az ünnepeket minél szebbé, minél jobbá tenni. Nehéz, nagyon nehéz, egyszerű végig dolgozni. Jó, csak hogy a nézők is értsék, és hogy pontosan miért is kérdeztem, amit kérdeztem, mert ugye itt 2013, 14, 15-ből és 16-ból is van egy jegyzett sor, ami karácsonyhoz kötődik. Én az utolsót választottam, mert az legalább Antarktisz. Tehát legalább egy kis hó. Most Antarktisz, az irodám ablakából nézem a jéghegyeket, meg a rajtuk tanyázó pingvineket, miközben csilingelő szarvacsagancsokkal a fejem tetején este 11-ig dolgozom, soha le nem menő nap derengésében. Aztán egy nyitott páncélszekrényajtó jól elgáncsolt, és akkor átestem agancsostul, mint az ólajtó, hogy utána könnyekben törjek ki, halálra rémítve kedvenc kollégáimat. A térdem vérzett, a harisnyám elszakadt, és 29 évesen az anyukámat követeltem. De ő 30 órás repülőútra volt tőlem. Aztán elérkezett az éjfél, és az éppen templomként funkcionáló színházteremben, Isten mobilházában az óceán közepén ültem, és hallgattam az igét angolul. Nem értettem az arcomon patakokban folyó könnyeket. Rendben van ez így? Kérdezed az utolsó gondban. Ez pazar gondolatsor már megint. Köszönöm szépen. Tehát vannak nehézségek is, nagyon nagy nehézség. Hogyan lehet túllépni rajta? Úgy, hogyha az ember ígéreteket tesz magának. Mert én amennyit veszítettem ezzel,
hogy nem voltam otthon karácsonykor, annyit kaptam azzal, hogy annyira vágytam haza, hogy ez most, hogy most itthon lehettem, ez fantasztikus volt. Igen, ezt még a végén felolvasom mindenképpen. Itthon vagyok 2017. december 24-én. No, tehát teljesült az álmod, vágyad. Ez nyilván anyagi résszel is jár. Így van. Tehát ne legyünk álszentek. Nem. Teljesült az a vágyad, amit az anyagi biztonságról gondoltál? Igen, ez volt a harmadik pontja, mindent akarok, de legalább jó gyorsan. Kérdéskörnek, ugye egy élményeket, szerettem volna nyelvet, és hát nyilván szerettem volna valahol lakni, meg valamit vezetni. Ezek voltak a nagy terveim. És így is történt. Igen. És akkor 4 év után ezt mind elmondhatom, itthon vagyok 2017. december 24-én, mert így van rendben, most február első napját írjuk, és még itthon vagy. Igen. Meddig? Holnap reggel 6:30-ig, február 2-a, reggel 6:30. És meddig leszel távol? Ezt nem tudom most megmondani, legrosszabb esetben júniusban itthon vagyok. Vannak-e olyan terveid, hogy maradsz itthon? Igen. Igen. Én most úgy megyek vissza, hogy nekem ez az utolsó, mindent lezáró karikám, és jövök haza. Elbúcsúzol, és újra megpróbálsz itthon gondolkodni, érvényesülni. Vannak terveid? Terveim vannak. Dolgozom már azon, hogy azért ne a semmire jöjjek haza, tehát nekem azért kell egy biztonságérzet, és most az, hogy én novemberben hazajöhettem, november legelején, az egy nagy segítség volt azzal kapcsolatosan, hogy egyrészt ki tudtam magam pihenni, másrészt hála az égnek tényleg időt tudtam azokkal az emberekkel tölteni, akik már nagyjából meg se ismertek, és elő tudtam készíteni saját magamnak a terepet, vagy legalábbis el tudtam kezdeni ezt a részét. Jó, öröm volt itthon látni téged, Zsófi. Mit lehet kívánni erre a fél évre? Mit szokás? Hogy legyen értelme. De értelme már volt. Amit elmondtál, annak mindennek volt értelme. Elérted a céljaidat, csodálatos helyeken jártál, nagyszerű embereket ismertél meg, nagyszerű emberek ismerhettek meg téged, a nagyszerű Kiszler Zsófit, hát mi kell ennél több? Mi kell ennél több? Az a pillanat, amikor az ember hazajön, és tudja, hogy vége van, és gyökere tereszt. Újra és... itthon, én már végleg? Igen. Ám legyen, akkor történjék így. Minden esetre várunk haza, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves nézőink, Kiszler Zsófi volt a vendégünk, aki az elmúlt 4 esztendőt egy tengerjáró hajón töltötte, Odysseus módjára. No Man's Tomen, tehát a hajót is Odysseusnak hívták. És azt hiszem, hogy ez a beszélgetés is bizonyította, hogy jó magyarnak lenni ott az óceánokon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.